Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, államtitkár úr. 22 törvényt módosítanak és egyet kivezetnek, ezért hívják ugye saláta törvénynek, de azért ez mégiscsak túlzás. Már csak azért is, mert nagyon sokszor előterjesztőként és kormánypárti hozzászólásként is elhangzott, hogy kizárólag technikai jellegű pontosításokat tartalmaz, ami azért erős túlzás, amilyen sokszor elmondták már, az gyanús kellett, hogy legyen számunkra. Valóban döntően Európai Uniós jogharmonizációról, technikai pontosításokról, adatkezelési részletszabályokról szól, de azért elrejtettek közte érdemi javaslatokat is, illetve olyanokat is, ami egyáltalán nem kellene, hogy egy agrártárgyú salátatörvény tartalma legyen, és ezek mellé még akkor érdemes hozzátenni azokat, amelyek komoly hiányérzetet hagytak bennünk, mert megnyitnak olyan területeket, amelyeken bőven lenne mit tenni, de mégsem azokat a paragrafusokat módosítják, amelyekre mondjuk az érintett ágazat szereplői várnának évek óta. Kezdeném talán azzal, hogy ugye itt az agrárkárenyhítési alapban történő 50%-os díj emelési kötelezettség megjelenik, ami azért okoz furcsa helyzetet, mert itt évekig a ház falai között azt hallhattuk, hogy hány milliárd forint plusszal zárt az adott évben a kárenyítési alap, és hogy ez milyen újabb lehetőségeket nyit meg számára. Gondolok itt akár a jégeső elhárítási rendszer országos kiépítésére és az egyéb beruházásokra. De ehhez képest azért gyorsan kifutottak ebből a pénzből, és gyakorlatilag egy újabb adóemelésre kényszerítik így a gazdálkodókat, de ez így nem járható út. Tehát azért lássuk be, hogy az időjárás tényleg valóban folyamatosan szélsőségesebbé válik, és egyre alkalmatlanabbá a jelenlegi technológiák mellett az élelmiszer előállítására. Tehát ezzel a logikával akkor gyakorlatilag most már két évente ide kell hozni majd ezt a jogszabályt, hogy mindig majd 50%-kal emeljük az érintett gazdálkodóknak a költségeit. Ez lehet, hogy tűzoltásra alkalmas, és a fagykárokat majd idei évben tudjuk ebből rendezni, az állami kötelezettséget lehet ebből vállalni, de nem egy meg fenntartható vállalás ez semmiképpen. Hiányoljuk itt most már 11 éve azokat a törvénymódosításokat, amelyek a klímaváltozással összefüggésben képesek lehetnek azokat a technológiákat Magyarországon széles körben alkalmazhatóvá tenni, megismerhetővé tenni, amelyek képesek lennének ezen szélsőségessé vált időjárási körülmények között is egy megbízhatóbb termelést biztosítani a gazdálkodók számára. Tehát, hogyha letesszük az egyik lábát a történetnek, és nagyon helyesen gondoskodunk arról, hogy ez a kárhenyítés alap működjön, akkor ne feledkezzünk el a másik lábáról, és tömegével várnánk azokat a nálunk szerencsésebb országokban már bevált, kipróbált módszereket, amelyek olyan termelési technológiákat tartalmaznak, amik képesek alkalmazkodni legalább részben a megváltozott körülményekhez, mert ez így egy soha utol nem érő ördögi kör lesz, amikor évről évre majd emeljük ezt a díjat, de a valódi problémát ezzel nem kezeljük. Elhangzott itt az Agrárkamara is, ugye újabb jogosítványokat kap, ezúttal a mezőri adatokkal tud majd rendelkezni. Itt most már nem is tudom, a 200 legalább olyan módosítás volt az elmúlt időszakban, amivel folyamatosan az Agrárkamarának a jogköreit bővítjük. Már tényleg egy olyan érzésünk van, hogy egy állam az államban, sőt volt időszak, amikor mondjuk a vidékfejlesztési források nem önökhöz tartoztak, nem az agrártárcához, amikor már tényleg azt érezhettük, hogy a minisztérium helyett is bármit képes ellátni az Agrárkamara, és nincs is szükség egyáltalán az agrártárcára. Tehát nem értjük igazán ennek a jelentőségét. Persze tudjuk, egy rendkívül átpolitizált testületről van szó, ahol a megyei vezetők mindegyike szorosan kötődik az önök politikai pártcsaládjához, és talán abban bíznak, hogy egy esetleges kormányváltás esetén is ki tudják így a jogköröket meg tudják őrizni, és ki tudják maguknak menteni. Nem tartom más okát ennek, nem értem akkor ennek a módosításnak egyébként a mikéntjét. Szóba került a kényszerkaszálás is, hogy azokban az esetekben, ahol a parlagfű eléri azt a szintet, hogy be kell az államnak avatkozni, ezt mindenképpen pozitív
előrelépésnek tulajdonítom, és valóban sokkal gyakrabban és sokkal nagyobb hatáskörrel kellene ezekben az esetekben eljárni az államnak. De azért azt felhívnám a figyelmet, hogy például a fogadórámon a minap is egy olyan idős hölgy jelent meg, akinek a tulajdonában lévő néhány aranykoronás területét egy kibogozhatatlan úton módon használó, földhasználója van, aki ráadásul nem is hivatalosan földhasználó. Tehát tudjuk mindannyian, hogy az elmúlt évtizedek, főleg a 90-es évek első fele, hagyott itt olyan örökséget, ami még rendezésre vár. A lényeg, hogy a hölgynek a mai napig 20 000 forintjával a nyugdíjából vonják hónapról hónapra, aki tudja hány évvel ezelőtt kiszabott barlangfüves bírságot. Biztosan elmehetne egy a területhez értő jogászhoz, és elmehetne bíróságra ebben az ügyben, de lássuk be, hogy azért nem ez az átlagos és a normális, tehát azért figyeljünk oda ezekre a speciális esetekre, és a falugazdászokon keresztül segítsük az ő utánajárásukat, hogy mégse az a földtulajdonos fizesse meg ezt a büntetést, aki adott esetben azt sem tudja, hogy éppen hova mérték ki azt a néhány aranykoronáját 30 évvel ezelőtt. A vetőmag törvény érintésénél én nagyon örültem, hogy talán valami érdemi módosítással találkozunk, hiszen ne felejtsük el, hogy a vetőmag volt talán az a terület itt az agráriumon belül, amire leginkább büszkék lehettünk, és ami tényleg világszínvonalon is egy olyan terület volt, ami az élvonalba emelt minket. Itt még főleg ugye a 90-es évek előtti időszakra gondolok. Itt szenvedtük el szerintem a legdurvább visszaesést, és ez az a terület, ami azóta sem tért igazán magához. De hát nem érdemi módosításokat kaptunk ma sem. Én továbbra is arra biztatom önöket, hogy gondoljuk újra a teljes hazai vetőmag stratégiát, és legyen tényleg egy nemzetgazdaságilag is kiemelt terület, mert van benne potenciál. Nagyon szívszorítóak voltak azok a szavak, amit a több százezer elvesztett hektárnyi termőföld tekintetében elhangoztak. Ugye 800 000 hektárról volt szó, ha jól emlékszem, ami sajnos Magyarországon elveszett, és többé termelésre, mezőgazdasági termelésre nem lesz alkalmas. De hát könyörgöm, 11 éve önök vannak kormányon, tehát most kellett erre ráébredni? Hol voltak eddig a termőföld védelmét szolgáló jogszabályok? Éppen az elmúlt hónapokban döntöttek zöldmezős beruházások sokasságáról szerte az országban, ami ráadásul közpénz 10 meg 100 milliárdokat fog felemészteni. Jó lenne azért, ha ezekre a beruházásokra is vonatkoznának, itt például a MotoGP pályára is, hogy utaljak. Tehát hajrá, csak kicsit elkésettnek érzem ezeket, és megint azt látom, hogy a kivételezettek azért majd ismét lehetőséget kapnak a mentesség alól. Új adminisztratív kötelezettséget is ugye bevezetnek, ha már a termőföld védelménél járunk. Rendkívül fontosnak tartom is a szívügyem ez, hiszen sajnos még a gazdálkodók egy jelentős része sincs tisztában azzal, hogy miként tudná a termőföldjét, meg a termőképességét fenntartható módon megőrizni. De nem hiszem, hogy ez az új adminisztratív kötelezettség lesz az, ami ebben előrelépést hoz és segít minket. Sokkal inkább hiszek abban, hogy egy megfelelő tájékoztatás és egy folyamatos informálódási lehetőség, amit az állam elősegít, az többet tudna tenni ezen a területen. Szóba kerültek a pálinka főzdék, és itt is hasonlóan a vetőmaghoz így első olvasatra abban bíztam, hogy talán majd a vége felé lesz benne valami érdemi módosítás is, hiszen mind a kereskedelmi főzdék, mind a bérfőzdék évek óta küldik el folyamatosan azokat a javaslataikat, amelyek az ő életben maradásukat, az előrelépésüket elősegíthetné, de ez most sem érkezett meg, tehát én majd azért a módosító indítványaimban igyekszem ezekre reagálni, és az általuk beküldött módosítási szándékokat megpróbálom beültetni a jogszabályba, bízom abban, hogy talán elfogadják ezeket. És ha már így kitértünk arra is egy fél mondatban, hogy bizony tartalmaz ez a salátatörvény olyan részeket is, amelyek abszolút nem ideiglenek, akkor engedje meg államtitkár úr, hogy erre is kitérjek, és ezt most kivételesen olvasni szeretném, hiszen nem venném magamra azt a terhet, hogy a légiforgalmi irányítással kapcsolatban bármilyen szakmailag helytálló mondatot elmondjak,
de hát szerencsére a mezőgazdasági bizottság megkapta Pásti Györgynek, a légiforgalmi irányításban dolgozó független szakszervezetének elnökének levelét, amely rendkívül rövid, úgyhogy ha megengedik, akkor idéznék belőle. Hangsúlyozom azért, mert abszolút idegen tőlem a terület, és túl azon, hogy szeretem nézegetni, hogy egy repülőgép éppen hol tart, mondjuk egy mobil applikáción keresztül. Ezen kívül nem sok közöm van a területhez. Tehát tisztelt mezőgazdasági bizottság, tisztelt elnök úr! A bizottság 2021. május 4-ének ülésének napirendjei pontjai között szerepel dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes által benyújtott egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely egyebek mellett a harmadik pontban módosítani tervezi a légi közlekedésről szóló 95-ös törvényt. A módosítás szerint január 1-től 2022 az OMSZ fogja végezni a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér légterében a repülés meteorológiai feladatok ellátását, melyet 93 óta Hungarokontroll ZRT, illetve annak jogelődjei végeztek. És itt jön a lényeg, hogy a szakszervezet álláspontja szerint a repülés meteorológiai szolgáltatás ilyen mértékű megváltoztatása alapos előkészületeket és vizsgálatokat kíván annak repülésbiztonsági, gazdasági és pénzügyi vonatkozásai miatt. Ezek szerint ezek nem történtek meg, legalábbis ha a szakszervezet nem tud róla, akkor minden bizonnyal nem történtek meg. Az eddig rendelkezésünkre álló információk alapján ilyen érdemi vizsgálat nem történt, és emiatt komoly szakmai aggályai vannak a szakszervezetnek. Úgy gondolják, hogy az átállás nem lesz zökkenőmentes, különösen tekintettel arra, hogy az OMSZ, az Európai Repülésbiztonsági Hivatal által 2021. március 10-én lefolytatott audit több súlyos hiányosságát tárta fel. Ahhoz, hogy az előkészítés szakmailag megalapozott és mindenki számára megnyugtató lehessen, véleményük szerint pártatlan szakértők bevonása lenne szükséges. Ilyen például a Közlekedéstudományi Intézet felkérése és szakmai előkészítése lehetett volna. Az eddig kapott tájékoztatás szerint a repülőtéri meteorológiai szolgálatban dolgozó 19 fő, az ugye az ő munkatársaik, az OMSZ-hoz kerülnek át, amely 10%-os létszámbővülést jelent, és hát úgy tudjuk, hogy bizony az OMSZ-nál sem tudnak, vagy sem készültek fel erre. Az eddig, ezt most nem a levélből idézem, csak amit utánajárásomból megtudtam, eddig az OMSZ-nál még az is gondot jelentett, hogyha valaki kategóriát lépett, hogy azt a fizetés növekményt ki tudják gazdálkodni. Nem hiszem, hogy fel vannak készülve a 10%-os létszám bővülésre. Erre utal itt a szakszervezet is. Szakszervezet elnökeként a légiközlekedés biztonsága, az üzembiztonság szintje és a munkavállalók, valamint a repülőtéren járványmentes időben több mint 10 millió utas érdekében azt kérik, hogy ezek az érdekek ne sérüljenek, és a törvény és minden törvényes eszközt felhasználnak ennek érvényesítésére. Kérik az elnök urat, a mezőgazdasági bizottságot, és hát ezúton én a parlament képviselőit is, hogy a törvénytervezet támogatásakor az általuk vázolt szempontokat is mérlegeljük, és hát bíznak benne, hogy ezek alapján kedvező döntés születik. Hát ezek azok az aggodalmak, amelyekkel én is maximálisan egyet tudok érteni, hiszen hát ha az érintett terület szakszervezete ezeket fontosnak tartotta, akkor úgy gondoltam, hogy az a minimum, hogy ezt itt a parlament falai között is elmondom, és arra biztatom önöket, hogy ennek mérlegelésével döntsünk erről a fontos kérdésről. Végezetül még egyetlen dolgot szeretnék megemlíteni, az pedig a napelem parkoknak, a napelem farmoknak a kérdése. Járjuk az országot, mindannyian tapasztaljuk, hogy gombamód szaporodnak ezek a napelem farmok, és bizony nagyon sokszor nagyon jó aranykoronájú értékes termőföldeken, amelyeknek megállt kell parancsolni, ez azt hiszem vitán felül áll, és az az irány is támogatható, hogy próbáljuk meg ezeket mondjuk akkor 15 aranykorona alatti értékű földterületek felé orientálni. Azonban nem igazán értem, hogy annak miért ez lenne a leghatékonyabb módja. Ugye itt nagyon szemléletesen elhangzott a zöld és a barna berőzős beruházások közötti különbségtétel, és hogy hát sajnos sokszor ma anyagilag egy rossz döntés a beruházónak, hogyha barna mezős beruházásba fog bele, mert olcsóbb a zöld mezős. Hát akkor miért nem ezt próbáljuk meg megoldani, nem pedig
gyakorlatilag a 15 aranykoronai alatti földterületeket prédaként felkínálni, hanem sokkal hatásosabb módszerekkel megpróbálni rákényszeríteni a barnamezős beruházásokra, ott, ahol ez lehetséges, az érintett beruházókat. Tehát nem hiszem, hogy ez lenne a legjobb út. És örülök, hogy hallottunk itt olyan technológiákról a napelemen belül, ami alkalmas arra, hogy akár alatta továbbiakban is mezőgazdasági tevékenység folyjon, akár legeltetés, akár zöldségtermesztés, vagy bármi más. Csak az a helyzet, hogy a törvénytervezet ezekre nem tér ki. Tehát akkor örömmel olvastam volna, hogyha szinte szóról szóra ez a módosítás, és a 15 aranykoronál alatti földterületeknél megengedőbbek vagyunk, de vesző olyan napelem technológiáknál, ami a későbbiekben is lehetőséget teremt a mezőgazdasági termelés valamely helyben elfogadott és működő formájára. Tehát ha van ilyen technológia, tudom, hogy van ilyen, akkor azt miért nem írjuk be szövegszerűen a jogszabályba? Azt hiszem, ellenzéki képviselőtársaim nevében is mondhatom, hogy akkor mindjárt szimpatikusabb lenne ez a módosítás, és akkor mi is úgy állnánk hozzá, hogy ez egy őszinte szándékú és a célt valóban elérő módosítás. Összességében ezek voltak a legfontosabbak, amiket el akartam mondani. A támogatásunkat azt majd a módosítóindítványok elfogadásának függvényében fogom tudni megmondani, tehát itt azért van egy-két olyan érdemi történet, amin szeretnénk finomítani, és ha ebben partner a kormány, akkor mi is azok tudunk lenni a végső szavazásnál. Úgyhogy itt a lehetőség, hogy szakítsanak az eddigi hagyományokkal. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr!